hamarosan folytatjuk. Humor egy. A jó kedvű televízió. Csókolom a kis kereszt, szívecském. Mita! Mondtam, hogy a tejcsarnokba ment. Nem tetszik, hogy apus megcsinálta az 5 forintot? Úristen! Most mi lesz? Egy kis pénz kellene. Pénzt hamisítottam. Micsoda? Pénzcsináló. Szívem. Apus. Péter. A magyar filmvígjáték ma este csak itt, a Humor egy műsorán. Tudom, atyám, nagy bűnt követtem el. Hallgattam a sátán szavára, aki anyós formájában megkörnyékezett. Bátran fogadod, beült az autóba gondolkodás nélkül, egyből egyes, kettes, az nem is, az meg könnyen ment, és mi már Jancsival már így, tovább, ez megvan. Ugyanis a Laci háta mögött a ladakombiban 4000 tojás volt, tehát tudtam, hogyha fölteszi negyedikig, és ráfékez a garázs előtt 3 méter, akkor minden 4000 tojás ott fog lenni a garázsnak a túlsó a falán, így is volt, hogy Laci 3 hónapig nem mehetett ki a lakásból. Godó Stand-up Comedy Club, a Duma Színház, ma este Badár Sándorral, csak nálunk, itt a Humor egyen. Győzni fogunk akkor is, mert a harmadik birodalom hadserege legyőzhetetlen. Kossz! Maga ugye igazi pap? Vittorio! Mert én nem. Tetszik nekem. De nem, minek költöztél csendőrnek? Bízom bennem. Ha valaki bennem bízom, akkor azt te a két őrmester. Olasz filmvígjáték vasárnap 14 órakor itt, a Humor egy műsorán. Nekem elég ebből. Szomjas vagy? Kérsz egy sört? Nem szabad alkoholt innom ezekre a pirulákra. Két kandúr egy lakásban. Az egyiknek van munkája, a másiknak nincs. Azt hittem, hogy most arra már szupermodelleket fotózhatok. Ez a Spacey! Játsz a habokkal! Jó! Fröcskölj! Fröcskölj! Így jobban tetszenék? Kevinnek van barátnője. Tuti, hogy megcsinál. Jamie-nek pedig nincs. Ám az ellentétek vonzák egymást. Szára, tart szemmel a hapsidat. Vagy elcsábít. Őrültek, mint a pasik általában. Mi van, ha férfi vagyok? Az olyan nagy baj! Mint a pasik. Csak itt, a Humor egyen. Ő... maga szingli? Igen, az vagyok. Igen. Oh, ja. Nem, biztos összekevertem valakivel. Ugyan, drágám, ha már elkezdted. Vidd is véghez. Van önnek humora? Most már van. Humor egy. A jó kedvű televízió. Mi ez a különös pattogó zene? Ezen a hétfő reggelen erre ébredtek hőseink.